A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép jó estét kívánok, köszöntöm kulturális magazinunk a Paletta nézőjét február 13-án kedden 17 óra 20 perckor. Mai adásunkban először egy portrébeszélgetésről készült tudósítást láthatnak, majd ellátogatunk a Fejér Holló Diákszínpad előadására, egy irodalmi estre, illetve egy kiállításra. Tartsanak velünk! Bagó Bertalan volt a fecsegő vendége, a Vörösmarty Színház művészeti vezetőjét, Síje Sándor kérdezte pályájáról, a fehérvári kezdetekről és az idei évadról. Több hónapja próbálunk téged megszerezni magunknak. Bagó Bertalan, a Vörösmarty Színház művészeti vezetője érkezett vendégségbe Síje Sándorhoz a Nyitrai utcai közösségi házba. A színész rendező több hónapja tett ígéretének tette leget a Fecsegő címmel futó S-sorozaton való részvétellel. Már 4 hónapja szeretném hívni, de mindig most a következő hónapban biztos, hogy lejjelek, aztán abban a hónapban sem ért rá. Aztán mondta, hogy januárban most már tényleg biztos, na akkor most szabadon kell, hogy fogjalak így. De hát egyébként is ő egy olyan személyiség, egyéniség, művész, aki úgy gondolom, hogy érdeklődésre tart számos, mert humorral rendelkezik, és rengeteg sok olyan dologgal, ami érdeklődésre tartott számot. Nekem egy nagy gondom van, az, hogy tulajdonképpen ilyen a világ sajnos, átértékelődött sok minden, sajnos az érdektelenség is ott van benne. Hát itt tele kéne lenni ennek a teremnek, egyedül egyszer volt a Kóbor Jánosra, de nem tudom, hogy miért, és most egy kicsivel többen vannak 3-mal, mint általában, de én ezt a közösség csinálás céljából hoztam létre ezt a fecsegőt, és hát azért a Törzsgárda itt van most is. Azt gondolom, hogy van még mondani, meg van mondani való, meg mint bírom fizikailag, meg anyilag, pedig ezt mondom, hogy kicsit. Bagó Bertalannak 12. éve van mondani valója itt Székesfehérváron, a Vörösmarty Színházban. A beszélgetés során az itteni kezdetekről is szó esett. Az évadunk 2 bemutatója volt és 2 vendégjátéka ebben az évben, tehát december 31-ig beszélek. Ebben mind a kettő az én előadásom, tehát az Apacsok és a Király beszéde. Hát azt gondolom, bár nem akarok én hitnek tűnni, de hogy elég nagy sikerrel mennek. Tehát ha bravóznak, meg ilyesmi, azt gondolom jónak tűnik, jó előadás. És hát van még egy nagyon sok előadásunk van az évad második felében, amit érdeklődésre várok, de azt gondolom, hogy ez nagyon jó kis évad lesz, meg nagyon jó kis évad van még hátra, ahol nagy jó előadások lesznek még. Én azt gondolom, hogy nagyon nagy érdeklődést fog ez kiváltani a nézőkben. Tehát ez már tényleg belegondolok, 12 éve vagyunk itt most már Szikora János és Horváth Csabával. Hát ez egy korszak, igen. Azt gondolom, és hogy elég erőteljes, azt hiszem magas színvonalú színházat csináltunk itt ebben az időszakban, és a nézők is, hát azt hiszem, hogy szeretik, amit mi csinálunk most, mert azt látom, hogy elég színvonalas és magas értéket képviselő adásokat hozunk létre, ami nem csak azt jelenti, hogy csak egy ilyen könnyű műfaj felé billenünk, hanem vannak tartalmasabbak drámai előadások, és azokat is nagy kedvel nézik a nézők. Azt gondolom, ez azt jelenti, hogy nem az számít, hogy milyen műfajú valami, hanem hogy milyen színvonalon van eljátszva. Maradt-e benned itt a 12 év alatt még olyan valami, amit nem mondtál el eddig, pedig azért mindenképpen benned van, hogy ezt mindenképpen még itt szeretnéd Fehérváron elmondani? Hogy ne lenne? Hát tulajdonképpen nagyon sok olyan dolog van, amit nem mondtam el, mert hát nem mindig lehet elmondani azt, amit éppen szorítja a szívemet, mert egy műsorterv összeállításában tudomásul kell venni, nem csak én vagyok ebben a színházban, hanem többen is vannak. És hát annak a függvényében, ahogy egy műsorterv összeáll, annak függvényében kell az én saját kompromisszumaimat is megtenni. Tehát van egy csomó dolog, amit nem mondtam el, van még bennem bármi, amit még szívesen elmondanék, itt is, máshol is. Annyira messzelen tekintsünk még az idei évadban, akkor mi az, ami vár rád, illetve milyen feladatok várnak Bagó Bertalanra? Jövőre lesz, az előadások Dandári az jövőre lesz, az Ifigénia Aulisban című Euripides darabot fogom csinálni, az évad végén, amit játszunk párszor, és ez benne bekerül egy
ifjúsági bérletbe, ami elmegy vagy 25-ször. Csak bemutatjuk, ez május végén, 2-3-ször elmegy, de mondom, igazából a bérletekben az jövőre fog menni. És most megyek Szlovákiába, Révkomáromba, ott az Urimorit fogom rendezni, február elején kezdem. A művészeti vezető az idei évadot is értékelte, melyben a két nagy színpadi bemutatóból mind a kettőt rendezőként jegyzi. Mint mondta, ha a közönség bravózik, az azt engedi sejtetni, sikerült színvonalas előadásokat színpadra állítani. Az évad második felében pedig szintén izgalmas előadásokat láthat majd a nagy érdemű a Városi Teátrumban. Verses és zenés este tekintett vissza a Fejér Holló diákszínpad a múltra, mutatta be a jelent és idézte meg a jövőt. Az estet teltház előtt tekintették meg az érdeklődők a Ciszterci Szent István gimnáziumban. Vers és zene egy olyan párosítás, ami minden kultúrabarát szívét megdobogtatja, s ezt ráadásul egy olyan közösség egykori és jelenlegi tagjai adják elő, mint a Fejér Holló diákszínpad, akkor már bizonyos a teltház. Nem volt ez másként a Ciszterci Szent István gimnázium nagy termében sem, hiszen meg annyi érdeklődő választotta a kivételes kulturális élményt nyújtó estet, hogy felidézze a diákszínpad valaha volt és jelenlegi fiataljainak estjén, hogy a költészet és a muzsika bizony kézen fogva jár. Olyan ez nekem, mint egy családi összejövetel, mindazok, akiknek valamit mond a vers még a mai világban. Itt vannak, és összegyűltünk azért, hogy megosszuk a régi, újabb kincseinket. Van, aki régi verset hozott magával, van, aki az éppen aktuális érdeklődését fogja most megosztani velünk, és én is nagyon izgatottan várom ezt az alkalmat. Természetesen nem hiányozhatott az estről a zene sem. Radics Éva egykori és jelenlegi tanítványai gondoskodtak arról, hogy felcsendüljenek azok a dalok, amelyek megerősítik az összetartozás mindenek felettiségét a lelkekben. Amikor megtudtam, hogy lesz ez az est, és megtudtam, hogy a régi diákok jönnek vissza, akkor én is régi diákokkal szerettem volna zenélni, és a régi diákoknak van egy ilyen emléke így a fejemben, a hangulata, a stílusa, és a hozzáillő zenét összeválogattam, és egy ilyen teljes nagy kavalkád szín, sokféle színpaletta lesz most zenei szempontból is, mint ahogy vers szempontjából is a mai est, úgyhogy én is nagyon izgulok, és nagyon nagy izgalommal várom, hogy milyen jó élményünk lesz mindannyiunknak itt együtt. Még felkiáltsz, az nem lehet, hogy oly szent akarat! De már tudod. Igen. Lehet. És fejted a vasat. Türingiában. Posta nincs. Nem mernek írni már. Minden katorga jeltelen. Halottért sírni kár. A konzul gumitrág, zabos, törli pápa szemét, látnivaló untatja sok okmány és pecsét, havi ezret kap és kocsit, a mistress és a bébi fénykép áll az asztalán. Ki volt neki Adi? Mi volt egy nép? Mi ezer év? Költészet és zene, arany szava, ripő színe, Bartók vad szelleme. Az nem lehet, hogy annyi szív. Maradj nyugodt. Lehet. Tóth Marietta Tóth András Bencével Márai Sándor halotti beszédének mélységeit, valaha volt gondolatait tárta elénk. Számomra nagyon-nagyon sokat ad az FHD, ugyanis számomra azokat a pillanatokat képes elhozni az életemben, amikor közösségben találok rá magamra. És szerintem ez nagyon különleges, amikor az ember egy új oldalát ismeri meg egy versnek, akár egy szerepnek köszönhetően, és
több dolgot tud meg magáról, és az a nagyon különleges, amikor ez közösségben történik. És más emberek is láthatják, és mi is részesei lehetünk más emberek változásának, ahogy magukra ismernek, és rájönnek arra, hogy egyre inkább, hogy mennyire is értékes emberek valójában. Lebeg rám, ó, csendes némaság. Véresre hozsolt szívemet kötözd be, bonsd rám a holtak, áldott balzsamát. A zagyva nyelv hangját zavarjad össze, fullaszd el égő, száraz torkomat, aljárt fejem zsongó, nagy csend fő össze. Aludjon el a kínzó gondolat, ónsúlyod égő nyomja vissza mellem, végső hajom, szelideden fogad. Tóth András Bence Kosztolányi Dezső Csendjét megidézve mutatta meg korosztálya bensőséges hangulatú, gondoskodó figyelmét a mindenség iránt. Nehéz lenne felsorolni mindent, amit kap az ember a Fehérholló diák színpadtól. Az első dolog, ami az én fejemben mindig megjelenik, az a közösség. Tehát az, hogy itt tudtunk létezni azokban az években, és tudunk létezni azóta is együtt ezek az emberek, akik ugyanazokat az értékeket képviselik. Van egy közös alapjuk, amiből ki lehet indulni. És még ha nem is beszélek egy rengeteg emberrel minden nap, egy-egy ilyen találkozón ott folytatjuk, ahol abba hagytuk. Pontosan 40 éve. 1978-ban, amikor először jártam nálatok, megtanultam egyszer s mindenkorra a legszebb magyar szavakat. Bihar keresztes. Nyugati pályaudvar. Vagy ami felejthetetlenül gyönyörű, máig könnyed csal a szememre. Közért. Ó, azok a hosszú ékezetek, és az ajakerekítéses vonatállomások, városok, utcák, cégtáblák mindenütt. Krencvirág Zsófia ajakkerekítése Markó Béla az erdélyi csángó költő különleges világába kalauzolt el bennünket. Igazság szerint én mindig megpróbálok visszajönni minden ilyen eseményre. Én most Markó Béla ajakkerekítés című versét fogom elmondani, ugye, ami a nyelv szépségéről szól. Ezzel indultam a fehérvári versünnepen is egyszer, és ott is nagy sikert aratott. És én tényleg úgy gondolom, hogy ez nagyon kifejezi azt, hogy a magyar nyelv az tényleg gyönyörű, és nem éppen azt, hogy tényleg szép szavak, hanem teljesen átlagos szavak is milyen mélyrehatóak tudnak lenni. Milyen gondolataim támadtak ma éjszaka rólad, Walt Whitman? Mert fejfájósan lődörök a mellékutcákon a fák alatt, és elfogódott tekintettel bámulom a teli holdat. Éjségbe fáradtan és a képzelet kirakatait méregetve a neongyümölcsű nagyáruházban felsorolásaidra álmodozva. Micsoda testes őszi barackok, micsoda fél homár. Szipola Antal két legendával, Faludi Györggyel és Ellen Ginsberggel varázsolt kortárs hangulatot a lelkekbe. Nagyon nehéz lenne egy ilyen rövid megszólalásba összefoglalni, hogy mit kaptam, de szerintem azt tudnám mondani, hogy egy olyan alapot kaptam, ami, ha már csak egy ilyen felolvasó estre gondolunk, az, hogy képessé tesz a művészetnek az élvezetére és a befogadására, és egy olyan fajta létezésre, ami kicsit elmélyültséget igényel. Az est megerősítette egy gondoskodó szeretettel összeállított verses, zenés est egykorit és maithoz, hozzátéve a valaha volthoz, megédesíti a jelent és példát mutat a jövőnek. Arthur Koestler és Hály Gyula írók nem mindennapi barátságáról tartottak előadást a Vörösmarty teremben. Életük során számos ponton keresztezték egymást, amelynek eredményeképpen 40 évig segítették egymást jóban és rosszban egyaránt. Egy különleges 40 éves barátságról tartottak előadást a Vörösmarty teremben. Arthur Koestler és Hály Gyula írók voltak és szoros kapcsolatot ápoltak egymással, ami egészen halálukig kitartott. Bobori Zoltán elmondta, amikor meghallotta történetüket, mindenképpen szerette volna, hogy Fehérváron is beszéljenek róluk. Egy kerekasztal beszélgetésen, ahol kaptunk egy nagyszerű könyvet, a kerekasztal résztvevői, és az egyik könyv nagyon alaposan foglalkozik Arthur Koestlerrel, és olyan
olyan érdeklődéssel voltam aztán ezután alatt, mint köztes után, hogy gondoltam, hogy meghívok valakit, aki hozzáértő ember, és Köztlerről és Hágy Gyuláról tud nekünk előadást tartani. Így jutottam el Móroc Gáborhoz, aki tanár, irodalomtörténész, és amilyen izgalmas és változatos életműve van Köztlernek és Hágy Gyulának, én gondolom, annyira izgalmas lesz ez a mai előadás is. Móroc Gábor kiemelte, Arthur Köztler egy nagyon színes egyéniség volt, és nagyon összetett a munkássága, ahogy különleges Hágy Gyulával ápolt barátsága is. Tudjuk azt, hogy magyarországi születésű, Budapesten született, de már gyermekkorától a szüleivel Bécsben élt. Ma gyakorlatilag majdnem minden európai országban élt egy ideig, és aztán a világháború időszakában, tehát másik világháború időszakában pedig Angliába került, és tulajdonképpen az új hazája London, Anglia lett. És érdekes módon a 30-as évek közepén Svájcban találkozott Hágy Gyulával, és ez egy hosszú barátság kezdete volt. Akkor mind a ketten eléggé szegények voltak, és mind a ketten íróként még inkább csak próbálkoztak, és mind a ketten kommunisták voltak, de aztán később mind a ketten kiábrándultak a kommunista mozgalomból. Tehát ez is nagyon érdekes, hogy volt egy 7-8 éves periódus Köztler életében, amikor kommunista volt, 31-től, de aztán viszonylag hamar kiábrándult, és ugye ismert a Sötétség délben című regénye, ami 1940-ben jelent meg. Ezt német nyelven írta, de angolul jelent meg először, és itt leleplezte már a koncepciós pereket. Tehát szinte elsőként látta át a sztálini mechanizmust. És innentől kezdődően már ugye antikommunista volt, illetve kifejezetten hát egy ilyen stigmát kapott Magyarországon például, tehát a Rákosi és a Kádár korszakban szinte alig beszéltek róla, ha igen, akkor gyakorlatilag a neve Citroxó volt. Na most ehhez képest viszont Svájc után, tehát 35 után Hágy Gyula, aki drámaíró volt alapvetően, viszont Moszkvába került, tehát 19. Moszkvában, Szovjetunióban élt, majd visszakerült Magyarországra, és ott ünnepelt drámaíró lett a Rákosi korszakban. De azt követően Nagy Imre híve lett, és részt vett az 56-os forradalomban, méghozzá eléggé fontos szerepet játszott a feleségével közösen, és utána börtönbe került 57-ben, egészen 60-ig. És ekkor nem találkoztak nyilván újra Köztlerrel, de Köztler, akinek különleges kapcsolatrendszere volt, mindent megtett azért, hogy kihozza a börtönből a barátját. Hát ez is nagyon szép ez a történet szerintem, hogy több mint 20 év elteltével ismét odafigyel a barátjára, és Magyarországra is, ugye 56 kapcsán Köztler. Egyébként nem csak Hájnak segít, Déri Tibornak és másoknak is, és valóban végül is sikerül aztán hamarabb kihozni a börtönből Hájt, mert egyébként 6 évre ítélték. És ezt követően Hágy Gyulát nem tudta igazából integrálni, vagy nem akarta integrálni a Kádár-acél rendszer, mondjuk Dérivel szemben, és aztán végül is 64-ben kiengedték őt külföldre, és megint Svájcban élt, ott is halt meg. És ekkor, tehát újra találkoznak egymásra, pontosan 63-ban már a Hágy házaspár kiment Nyugat-Európába, tehát engedték őket, akkor még csak egy körútra, és majdnem 30 éve elteltével találkoztak újra Londonban. És ezt követően leveleznek egymással, illetve Köztlernek van egy háza Ausztriában, ott is találkoznak, Svájcban is találkoznak, tehát a barátság töretlen marad, és később pedig Hágy megírja a memoárját, aminek az a cím, hogy született 1900-ban, tehát ő 900-as születésű, együttes a századdal, mi Köztler nála fiatalabb volt 5 évvel. És ez megjelent német nyelven, aztán megjelent angol nyelven, de azért abban benne volt Köztler segítsége is, és ott van egy borító, látszik, hogy az előszót Arthur Köztler írta ehhez a könyvhöz. Így tudták eladni idézőjelben Angliában ezt a könyvet 74-ben. És ebben az írásában Köztler a 56-os forradalomról is szól, és tulajdonképpen összekapcsolja egymással a kettőt, tehát nem annyira a drámaíró Hágyról, inkább a közéleti személyiségről és 56-ról ír. És 75-ben aztán megjelenik ez az írása a párizsi irodalmi újságban, amit Mérai Tibor szerkesztett, tehát magyar nyelven is olvasható, de azóta se jelent meg kötetben sajnos. És ezt még megérte a nagyon beteg Hágy Gyula, és még reagált is rá, és nagyon örült neki, és egyet köszöntötte, mert akkor ráadásul születésnapja is volt, tehát 75 éves volt akkor éppen Hágy Gyula 75-ben, köszöntötte születésnapja alkalmából, és felidézte a régi svájci időket, amikor együtt laktak.
és ezt követően meghalt Hály Gyula, majd aztán 83-ban meghalt Közde is, ugye öngyilkos lett, mert súlyos beteg volt, és megmérgezte magát és a feleségét is. Tehát egy nagyon tragikus esemény, de érdekes módon van még egy tanú, aki szintén megírja memoárját, tehát Közde is írt memoárt, ahol említi Hályt, és Hály is írt memoárt, ahol említi ugye Köztet, és Közde írt előszóta az ő memoárjához, és aztán pedig Hály Éva, Hály Gyula viszont a fiatal felesége is ír egy memoárt, és akkor ő a nagy túlélő, aki beszél, vagy ír még Közder haláláról is. Akkoriban mind a ketten szegények voltak, és íróként próbáltak megélni. Később útjaik több ponton is keresztezték egymást, és így mélyült el a barátságuk, amely utolsó éveikben is igen erős maradt. Álomvilág és valóság címmel nyílt meg az Éber házaspár kiállítása. Az alkotások a Közfény Művelődési Házban várták a látogatókat. A Közfény Művelődési Házban nyílt meg Éber Nagy Mária és Éber Péter László Álomvilág és Valóság című kiállítása. A megnyitón Szonya és Rekner Csaba dalait követően Simon József, a Művelődési Ház igazgatója köszöntötte a tárlat látogatóit. Éber Nagy Mária műveinek indítatásai többek között egy ausztráliai utazás során születtek, ahol az őslakosság festészete és pontozásos technikái ragadták meg. Nem esik messze az eredeti szakmánktól a festészet sem, meg semmilyen más művészet. Én litográfus vagyok úgy különben, és egész életemben mindig valamit csináltam. Sejemfestéstől kezdve, Tiffany lámpáig, üvegékszerig. Aztán egyszer csak elmentünk Ausztráliába, és ott láttam egy kiállítást az őslakosok művészetéről, és ez nekem annyira megtetszett, hogy azóta, illetve 2016 óta festem ezt a stílust, úgyhogy. Megerősítést nyújt a siker, hiszen én látom, hogy egy kiérlelt szakmai tudással, művészeti ambíciókat maximálisan megvalósító képekről van szó. Hát nem sok sikert könyvelek el magamnak, mert én nem szeretek kiállítani. Ez a kiállítás meghívás, amit a Köfémtől kaptunk, ezt én egy ilyen különleges születésnapi ajándéknak tartom, és utána a férjem szeretett volna velem már közösen kiállítani régen, hát ezért ráálltam, de egyébként én nem állítok ki, nem adok el képeket, ezt én magam szórakozására festem. Hát ugyan már sokan mondták, hogy ezt abba kéne hagynom, mert azért ez egy kicsit több annál, mint a saját szórakozásom. Hát lehet, hogy ez most egy olyan lehetőség lesz, hogy feladom ezt a saját magamnak festést. Bízom benne, hogy nem így történik. Egy kicsit essék szó a témaválasztásokról. Ez egy adott dolog, az őslakosok ugye nem nagyon festenek figurális képeket, de van egy szimbólumviláguk, ami ha az ember megnézi, illetve hát aki tudja, hogy ezek a szimbólumok miről szólnak, akkor tudják, hogy miről szól a kép. Tehát itt mindent valamilyen szimbólum, ami itt ilyen pontokból áll, ez csupa szimbólum. Úgyhogy ez itt el lehet mondani, hogy miről szól a kép. Éber Péter László festményei, amelyekben különböző megtapasztalt stílusok hatása is érzékelhető, egy teljesen más formában mutatják be a valóság színes képét, és egyben az alkotó útkeresésének megtestesülései. Gyerekkorom óta ilyen kézműves gyerek voltam, rajzoltam, festettem, de hát csak úgy, mint általában minden gyerek, aki fest, vagy rajzolgat. Kint éltünk Svájcban 24 évig, akkor nem értem rá ilyesmivel foglalkozni, mert meg kellett élni valamiből. És mikor hazajöttünk 2005-ben, és nem kellett dolgozni, mert nyugdíjasok voltunk, akkor a feleségem találta a Fehér megyei hírlapba egy kis hirdetést, hogy valaki hirdetett egy ilyen
egy ilyen festőiskolát, hogy 9 évestől 90 évesekig jelentkezhetnek. Akkor oda elmentem, és akkor ott ilyen alapvető dolgokat tanultunk, amit már réges-régen tudtam, hogy hogy kell egy képet elhelyezni, meg mivel lehet festeni, ugye ceruzával, krétával, vízfestékkel, olajfestékkel, stb. Onnan én egy pár hónap múlva elpártoltam a hozzánk közelebb eső Lovasberénybe, ahol volt egy ilyen festő szakkor is, egy barátnőm, aki most is itt van, azt javasolta, hogy együtt is tudunk járni. Ez egy nagyon kedves társaság, több mint 10 éve járok oda, és ott gyakorlatilag mindenki azt fest, amit akar, úgyhogy én egyedül voltam az, aki akvarellel kezdett festeni, mert mindenki más akrillal vagy olajjal fest, és hát egy csomó 10 év alatt mondjuk Sukoróban, a szomszédunkban minden évben van egy ilyen képzőművészeti kiállítás, ahol mindenki mást állít ki. Ott engem minden évben már meghívtak, és a Lovasberényi Társasággal is volt számtalan közös kiállítás. Velencén volt 2 egyéni kiállításom, nem tudom, 16-ban vagy 18-ban. Hát ennyit tudok elmondani, nagyon szeretek festegetni. Itt van az úr is, aki a Nemzetközi Akvarell Szövetségnek a képviselője, és ő alakította a magyarországi tagozatot, egy ilyen úgynevezett Akvarell Akadémiát, ahol én benn voltam az első évfolyamban, és kvázi diplomát kaptam, ami ilyen alapismereteket jelent. És akkor ott is egy nagyon jó kis társaság van, ugye Budapesten most már kevesebbet járok, mert hát kicsit már öreg vagyok, mert nem olyan egyszerű ugye oda eljutni időre, stb. De részt vettem, és a legnagyobb sikerem eddig az volt, hogy az a kép, ami ott ki van állítva állványon elől, azt egy nemzetközi zsűri lezsűrizte, és akkor Fabrianóba, ami az akvarellistáknak a mekkája, ami minden évben a világ összes nagy menője oda meg van hívva, és akkor ilyen bemutatókat festenek, és hát ott volt 21-ben kiállítanak, és most kaptam vissza, mert közben jött a Covid, és ennél az úrnál volt a képem, azért írt ide vele az utolsó pillanatban, és most tettem bele abba a keretbe, amiben eredetileg is volt. A házaspár alkotásai egy olyan valóságos, egyben varázslatos világba repítik el a látogatókat, ahol az álom és a valóság kéz a kézben jár, és a felgyorsult mindennapokban is megerősítést nyújt. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.